2025-re átlagosan akár bruttó 777 ezer forint is lehet a pedagógusok bére, amennyiben megkapjuk az uniós pénzt, jelentette be Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint így 3 év múlva a tanárok a diplomás átlagbér 80%-át kereshetik majd. A szakszervezetek nem elégedettek a bejelentéssel, folytatják a tüntetéseket. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, a pedagógusok igazából Dobrev Klára ellen tüntetnek, mert szerinte a baloldal miatt nem jutunk hozzá az uniós pénzekhez. Hogyha sikerül megállapodni az Európai Unióval, akkor már január 1-én is nem csupán az eddig is tervezett 10%-os emelésre leszünk képesek, hanem 21%-os emelésre. A 2023-as 20,8%-os pedagógus béremelést 2024-ben egy 25%-os, majd 2025-ben egy 30%-os pedagógus béremelés követ. Így 2025-re a tanárok a diplomás átlagbér 80%-át kereshetik majd, jelentette ki Gulyás Gergely, aki az ATV kérdésére elárulta, az előrejelzések szerint ez forintban kifejezve mit jelent. 972.091 forint a diplomás átlagbér, amivel 25-ben számolni kell. És ennek a 80%-a akkor a pedagógus átlagbér? Igen, ahogy mondtam, az 777.673 forint. Kivételt a hátrányos helyzetben dolgozó pedagógusok jelentenek, akik az Európai Bizottság kérésére a diplomás bér 90%-át kapják. A béremelés differenciált lesz, és nem szűnik meg a pedagógus bértábla sem. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint a kormány a munkabeszüntetések, a diákok és a szülők összefogása miatt jelentette be éppen most a béremelést. Ezzel csak egy a baj a mostanival, hogy idénre nem ígérnek semmit. Olyanok a bérek, hogy nagyon sokan a kollégák közül nem tudnak addig kitartani, hiszen nem tudják azokat a költségeket, amelyeket most állni kell a jelenlegi bérből, majd 1, 2, 3 év múlva kifizetni. Olyan homályosan fogalmaznak, hogy én azt gondolom, hogy ez egész nem más, mint egy parasztvakítás. Még egyszer mondom a kollégáknak, ne hagyjuk magunkat eltávolítani. Ha a sztrájkbizottság alá fog írni bármilyen dokumentumot, amire felhatalmazásunk van, akkor fogunk leállni ezekkel az akciókkal. Addig folyamatosan menni fognak a sztrájkok és egyéb más ilyen kísérő események. A kancellária minisztere a tüntetésről azt mondta, azokat tiszteletben tartják és azonosulnak is a célokkal, de azon el lehet gondolkodni, hogy ki ellen tüntetnek az emberek. Mert ma az egyetlen akadálya annak, hogy ezeket a pénzeket megkapjuk a magyar baloldal, tehát ezek Dobrev Klára ellenes tüntetések, hogyha úgy tetszenek. A DK szerint a kormánynak hozzájuk hasonlóan tárgyalni kellett volna a szakszervezetekkel. Ugyanezt az egyeztetést, ugyanezt a nyitottságot várták el a pedagógusok a Fidesz kormánytól is, aki erre képtelen volt, helyette pedig most látjuk, hogy a felelősséget sem hajlandó vállalni, azért mert tönkretette a magyar oktatást. Majd hozzátette, Gulyás Gergely miniszter nagyon nagy tévedésben van, ha azt hiszi, hogy a pedagógus béremelés brüsszeli kompetencia.